Tisztelt Országgyűlés, napirend előtti felszólalásra jelentkezett Molnár Zsolt, képviselő úr, az MSZP képviselője, aktuális kérdésekről címmel. Tisztelt Országgyűlés, az ársapkák, a hatósági árak kérdése az nagyon is aktuális és egyben fontos kérdés. A magyar kormány a tavalyi országgyűlési kampányban kicsi elhamarkodottan vezette be ezt az intézkedést, előbb 6, majd újabb 2 élelmiszerre. Azonban az azt követő nemzetközi helyzet, az infláció és természetesen a magyar kormány rossz adópolitikája, amikor az Európai Unió legmagasabb áfájával sújtotta az élelmiszereket, valamint külön adókat is vezetett be. Ez oda vezetett, hogy tavaly nyáron indokoltá vált ezeknek a hatósági áraknak, ársapkáknak a bevezetése, fenntartása. A Magyar Szocialista Párt is támogatja ezt az intézkedést, és arra kérjük Önöket leghatározottabban, hogy tartsák fönn a jövőbe vonatkozóan is, hiszen szóba került a kivezetésük. Nagyon sok család számára, sok százezer ember, magyar ember számára az egyetlen segítség a megélhetésre folytatott küzdelemben ez az intézkedés. Tehát minden indokolja azt, hogy továbbra is maradjanak, ha átmeneti jelleggel is, de ezek az intézkedések. Azonban van egy aktuálisabb kérdés is, ami összefügg a hatósági árak, ársapkák kérdésével. Mi a bővítésére teszünk javaslatot, hiszen közeledik a nyár, közeledik a strandszezon, és a magyar családok számára nem csak az élelmiszerárak, az infláció és a megélhetési költségek jelentenek óriási kihívást, hanem az üdülés pihenés kérdése is, hiszen köztudott, hogy rendkívül drágák a strandbelépők, a szabad vizek, természetes vizek a tavak mellett, irreális strandbelépőket kell fizetni. Ezért azt a javaslatot tesszük a magyar kormány számára, és leghatározottabban kérjük, hogy intézkedjenek, hiszen akár rendeleti úton a felhatalmazási törvény a háborús veszélyhelyzetre hivatkozással lehetővé teszi, hogy rendeleti úton bevezethessék, bővíthessék az ársapkákat, akár az ártörvény, a Magyar Szocialista Párt áll rendelkezésre ebben a kérdésben, hogy bővítsék és a strandbelépőkre is terjesszék ki a hatósági árat, az ársapkát, hiszen a családok jelentős része számára a közel 2000 forintos strandbelépők irreális terhet jelentenek, mondjuk egy balatoni vagy velencei tavi strandolás esetén. Ez a 600 forint egy teljesen reális ár, annál is inkább, hogy nagyon sok helyütt egyébként ezen az áron lehet bejutni, és indokolatlan, hogy más strandokon közel 2000 forintos belépőjegyek vannak. Ezért a magyar családok biztonsága, amelyet a élelmiszerárak esetében fenntartott hatósági ár továbbra is szavatol, legalábbis segít ebben a kérdésben, valamint a magyar családok pihenése, nyaralása ügyében az a kérdés, hogy ne irreális belépőket fizessünk, hiszen a 600 forint mellett sok helyütt 1500-2000 forintról beszélünk. Ezek mindenképpen indokolttá teszik, hogy legyen egy ilyen ársapka ezen a területen. Nevezhetjük ezt majd fürdősapkának is, hogy a magyar családok eljuthassanak, és ne akadályozzák meg őket már egy strandról való bejutásnál is ezek az árak. A kormánynak lehetősége van, kérjük, hogy éljenek ezzel, akár a rendeleti úton, akár törvényi szabályozás árán, hiszen jelen gazdasági helyzetben a magyar családok számára az üdülésvihenés óriási kihívás, az elmúlt évek nehézségei különösen ellehetetlenítették ezt. Ezért indokolt a fenntartása az alapvető élelmiszerek esetében, és indokolt lenne ennek a bővítése a strandok esetében, és nagyon kérem tisztelettel, nem tudom, Dömötör államtitkár úr többször megtisztelt azzal, hogy érdemben válaszolt, hogy aki ezt megteszi, az ne azt mondja majd, hogy rengeteg szabad strand van például a Balaton környékén, mert ez tény, de Balaton egyes régióiban meg egyáltalán nincsen, és nagyon sokan nincsenek abban a helyzetben, hogy eldönthessék, hogy melyik szabad strand által biztosított övezetbe kívánnak nyaralni, akiknek különösen az északi part területén van üdülési lehetőségük, számukra elérhetetlenek a szabad strandok. És természetesen ismétlem, ez egy átmeneti javaslat, ahogy egyébként az élelmiszerek esetében a hatósági ár ezen a területen is, hiszen a Magyar Szocialista Párt folytatja azt a küzdelmet, hogy a szabad vizek mellett, a szabad tavak mellett a fizető strandoknak bontsák le a kerítéseit, a fizetőkapuit, semmi keresnivaló ott, arra van szükség, hogy ezek majd díjmentessé váljanak. Azonban, amíg ez nem következik be, addig terjesszék ki az ársapkát erre a
a strandbelépőkre is. Ez a 600 forint, ez egy nagyjából méltányos ár. Én kérem tisztelettel, hogyha éreznek felelősséget a magyar családok üdülése, pihenése iránt, mi szocialisták, én is képviselőként ezt megteszem, akkor önök is lépjenek ezen a területen. Két nagyszerű lehetőség van, rendeleti, törvényi úton, bármelyiket választják, ebben mi támogatni fogjuk önöket, és még arról az érdemről is lemondunk, hogy ezt a szocialista párt nyomására tették, ismerjék föl önök ezt a páratlan lehetőséget. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Molnár Zsolt képviselő, kormány nevében Dömötör Csaba államtitkár úr fog válaszolni. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr! Annak örülök, hogy közösen keressük a módját annak, hogy ebben a rendkívüli helyzetben hogyan lehetne további támogatási programokat bővíteni. És egy fontos terület valóban a turizmus kérdése. Egy fontos terület, de nem az egyetlen kiemelt terület. Először erre szeretnék reagálni. Volt már ezzel kapcsolatos vitánk tavaly, akkor is nyár előtt, hogy hogyan lehetne a strandokat támogatni, mérsékelni az ezzel kapcsolatos költségeket. És jól emlékszik, elmondtuk, hogy a balatoni strandok jelentős része a szabad strand. Tehát amikor önök azt követelték, hogy legyenek ingyenes strandok a Balaton körül, akkor nyitott ajtón kopogtattak olyannyira, hogy a jelentős részük ingyenes volt eddig is, és az az abszurd jelenet fordult elő, hogy talán az önök megbízásából repülők köröztek a Balaton fölött, és olyan dolgot követeltek, ami egyébként már megvalósult, az ott strandolók is láthatták ezeket a repülőket. Hogy konkrét legyek, a Balaton partja mentén, hogyha part szakaszhoz szerint vizsgáljuk a strandokat, akkor ezek kétharmada szabad strand. És amelyik nem szabad strand, azoknak a jelentős része önkormányzati fenntartású, tehát nem a kormánynak van ráhatása arra, hogy hogyan alakulnak a költségek, illetve a belépőjegyek. Azt el tudom önnek mondani, hogy azon strandfejlesztések közül, amelyeket a kormány támogatott, a jelentős részük szabad strand. A kisfaludi program keretében 18 balatonparti település 42 szabad strandja újult meg 4,5 milliárd forintos támogatásból. Tehát azt tudom önnek mondani, hogyha ön fontosnak tartja, hogy elérhető árszínvonalon jó minőségű szolgáltatást kapjanak a magyar családok a strandokon, a Balatonon és más vizek mentén, akkor ehhez a kormány a jövőben is minden támogatást meg fog adni. Az ársapkák kérdését tekintve. Fontosnak tartom, hogy erről vita van, azért is, mert miközben, mint hogyha úgy tűnne, hogy köztünk egyetértés van az ársapkák ügyében, hogyha a magyar politika, a magyar ellenzék többi szereplőjét nézem, akkor abszolút nem ez a helyzet. De miért is van ilyen ársapkákra szükség? Azért, mert nem csak Magyarország, hanem egész Európa rég nem látott, gyakorlatilag a 80-as évek óta nem látott inflációval néz szembe. És hiába próbálják önök ezt tagadni, ennek az elsődleges oka az energiaárak megugrása, és annak pedig egy rendkívül tévutas, szankciós politika a fő okozója. Tegnap is elmondtam, ma is elmondom, hogy ez önmagában 4000 milliárd forintos többletkiadást jelent az országnak. Ezt részben vállalkozásoknak, részben a családoknak, és javarészt a magyar államnak kell előteremtenie. Ennyivel csökken, 4000 milliárd forinttal csökken Magyarország mozgástere. Ezt a 4000 milliárd forintot, ezt másra is költhetnénk. És örülök annak, hogy önnek egyáltalán feltűnt az árstoppok intézkedése, mert más képviselőtársai nemes egyszerűséggel azt szokták mondani, hogy a kormány semmit, de semmit nem tett. És nem az ársapkák intézkedése az egyetlen, amelyet a kormány bevezetett az elmúlt hónapokban. Fenntartjuk például a kamatstoppot is, ami éles ellentétben áll, mint politika, azzal a 2010 előtti politikával, amikor a devizahiteleseknek semmiféle segítséget nem adtak. Most azért a kamatstopp az több százezer magyar családnak érdemi segítséget nyújt. A nyugdíjak kérdését is fontosnak tartom. Azt, hogy a prémium a kiegészítés mellé a 13. havit is vissza tudtuk adni, azt a 13. havit, amit a baloldali kormányzás idején elvettek. És a januári emelés az a 13. havi
részre is vonatkozik. Azt is fontosnak tartom, hogy a hatósági tűzifa programot tudtuk folytatni, ilyen intézkedés korábban nem volt, és hogy még egyet mondjak, az új vármegye bérletrendszere az a közlekedés területén jelent majd jelentős kiadási könnyítést olyan embereknek, akik rendszeresen akár az ingázáshoz használják, vagy a vasúti, vagy a buszos közlekedést. Ez nagyon nagy kiadás csökkentés jelent több százezer magyar családnak, és örülök annak, hogy ezt a kormány elindítja. Végezetül egy dolgot szeretnék mondani, hogy ön egyetért az ársapkák intézkedésével, az ár korlátozásokkal, akkor legyen szíves, győzze meg a baloldali képviselőtársait, hogy ez a helyes út, azért is, mert korábban az ön képviselőtársai ezt ostobaságnak minősítették, ez nem jó pálya. Köszönöm, hogy meghallgatott.